Nagy baj van. Veszélyben van az életem, nem tudom, mit csináljak. Konkrétan meg akarnak ölni. Lehet most is hallgatnak. Azt hiszeltétek, örült vagyok. De nem vagyok, TikTokon láttam egy embert. Szóval TikTokon láttam egy embert. Párszor megtegelt. Először azt hittem, hogy csak vicc, de inkább megmutatom. Aki nem értette volna, lefordítom. Nagyon viccesbe fekszem az agyala. El tudom tüntetni a tüzet, de ennek ára van. Elfogadok bőrt, szívet, májat és tüdőt. Te választasz. Augusztus 30, 0 óra 39. Ez magában elég creepy, de azt hittem csak poén. Aztán pár nap később megint megjelölt egy videóban. Na jó, ebben pont nem jelölt meg, de hát ilyen videókat tölt fel. Oké. Okay. Valaki azt válaszolta neki egy XD, és készített neki egy válaszvideót. After that, they will skin you alive. Try to laugh at that. You don't even know how it feels. You should laugh. You think this is funny, but there won't be... Azt mondja, azt hiszed, ez vicces, de nem lesz semmi nevetni való, hogyha érted jönnek. Futhatsz, elrejtőzhetsz, de meg fognak találni. You can run, you can hide, but they will find you. After that... Azután élve meg fognak... Azután élve meg fognak nyúzni. Nem tudod... Ezt nem látom. Nem is tudod... Nem is tudod, ez milyen érzés. Nem kéne levetned. Tehát ez a csávó vagy csaj nem csak engem akar elpusztítani, hanem random kommentelők sincsenek biztonságban. Na és itt egy következő videó, amiben megjelölt. Funny, effectsome as Igela, but I'm getting tired of playing games with you. Today at 0:41, open your door. We can be friends, and friends share their body parts. Give me your skin. A barátom akar lenni, viszont azt mondja, hogy a barátok megosztják egymással a testrészeiket, és adjam oda neki a bőrömet. Hát most én, hát most tudnék egy kis bőrt adni, nem azon múlik. De fájna. És amúgy is ez elég fura kérés. Én nem tudom, hogy vagytok vele. Én a barátaimtól nem szoktam bőrt kérni. Ezt 29-én rakta ki, és augusztus 31-ét írt dátumnak. Itt már kezdtem félni, bevallom. De aztán megint kirakott valamit. Na figyelj ide, Muci! Ha duettezni van időd velem, akkor edzeni is. Köszi a sok duettet, megpörgettétek az oldalam. Ha vicces TikTok. Na figyelj ide. Meg is fogadtam a tanácsát, azóta mindenhova késsel járok. És folyamatosan visszanézek magam mögé, de nem nagyon láttam még senkit. Bár tegnap este egy furcsa árnyalak volt mögöttem, amikor hátrafordultam, de csak egy pillanatra láttam, azt hittem, hogy csak a képzeletem játszik velem. Lehet nem kellett volna ennyire félvárról venni a dolgot.
Very funny. Hi, hey, hey, hey. And it's time for USDO Go. Remember 039. Don't sleep with the door or windows open. Don't turn off any of the lights, or it will be easier for us to get inside our room and skin you alive. Run, 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 run. Aki nem értette volna, meg akarnak nyúzni elve. A házamba akarnak eljönni, de kik ezek? Miért ír többes számban? Eddig azt hittem, hogy csak egy ember. És mi ez, hogy laupa, laupa, laupa? Ez mit jelent? Ez valami titkos? Mi volt ez a hang? Valamit hallottam kintről. Nem hiszem el. Na, milyen videók vannak még? Sümmel túl rajta. Nagyon nem érezem. Ez volt az utolsó videó, amit rólam tett ki. Utána egy ilyen videót rakott ki Charlie D'Amelio-val. If you give us your truth, there's only a few days, Charlie. We are waiting. Akkor nem csak nekem akarja a bőrömet, hanem Charlie-nak a fogát is. Én azt hittem, hogy csak velem van problémája, de most, hogy megnézem a régebbi videóit. Nobody has seen you at your ugliest like your roommate's BF whose name's not on the list. Y'all too old to not cook with onions and bell. Hello. Ez elég jó zene volt, akkor mégse olyan rossz ember. Only a genius can draw this in one single stroke without crossing the lines. All you can do is start from anywhere, go along the line. Emberünk egy géniusz. Only a genius. Nem hogy félelmetes, még nagyon okos is. Hát az az igazság, hogy eltelt augusztus 30, az volt kirakva időpontnak, viszont én mindig életben vagyok, most van szeptember 11, szóval... Megint hangokat hallok. Szóval szerintem egy időre megmenekültem, de a hangok alapján most már sosem élhetek békességben. Kérlek, hogyha valaki látja ezt az embert, vagy embereket, vagy nem tudom milyen lények, akkor próbáljon megértesíteni, vagy a rendőrséget hívja, mert veszélyben vagyok. Szóval csak ezért raktam ki ezt a videót, egy ilyen közérdekű felhívás, hogy vigyázzatok, milyen emberek, vagy démonok, vagy mik ezek járkálnak az utcán. Szóval csak óvatosan.